Sziasztok, Jackie vagyok, és ez egy kis Forma 1 2012. Ebből nem akarok semmilyen sorozatot csinálni, legalábbis nincsenek ilyen szándékaim, csak most leültem egy kicsit gémelni, és gondoltam, ha már játszok, miért ne vegyem fel. És szerintem egy ilyen... Kezdjünk egy újat. Igen. Szerintem tanulunk egy ilyen quick race-t. Alonsoval leszek, őt annyira nem szeretem, de végül is miért ne. Legyen dinamikus az idő, race only az jó lesz nekünk. És ha minden igaz, akkor a braking assist ki van állítva, jó. Ez így jó is lesz, és nem tudom milyen pályán toljuk. Legyen szerintem, hol van Monaco? Az mindig vicces. Ott halál szokott lenni. Felvettem már előbb egy kis gameplayt, és abban úgy nézett ki, hogy nem laggolt. Ha meg igen, akkor jól rábasztunk, mert akkor ezt valószínűleg nem is fogjátok látni, mert kilépek, törlöm és indítunk egy újat. De reméljük ez most nem fog megtörténni, csak ki tudjuk nyögni. Hát látjátok, nem sokat játszottam, összvisz 29 percet ezzel az egész játékkal. És igen, előre látom a végzetemet ezekben a halálos kanyarokban. Annyit kell még rólam tudni, hogy én nem nagyon szoktam követni a Forma 1-et. Tényleg, ha csak valami nagy üvöltés van, akkor így kinézek a tévéhez. De amúgy nem igazán az én világom. Bár most, ahogy elkezdtem játszani, Forma 1-el így meg tetszett, de... Már fel ne tudja, hogy majd most lehet, hogy a 2013-os idényt azt nézni fogom-e, de nem tudom, majd meglátjuk, igazából mondom. Én Zsoltival is mindig ezt beszélem, mert ő meg nagy Forma 1 rajongó. Nekem tényleg a garantálva lenne, hogy lesz halál, mármint úgy, nem úgy a halál, nem szó szerint értem, csak hogy úgy tényleg írtás lesz, akkor megnézném, de úgyhogy tényleg történhet bármi, lehet, lemehet úgyis 60 kör, hogy mindjárt. Jaj, hát ezt nem igazán jól kaptam el, tök mindegy. Kicsit most csöndbe leszek. Hülye gyerek! Észre! Így nem éri meg nekem, hogy ott ülök két órát. És semmiért. Júj, ez nagyon csak... Bazd meg! Bazd meg! Mit csinálsz, hülye gyerek? Júj, hát de ez nem én voltam. Dick. Jó, hát legalább a majmot kiütettem. Az biztos tetszeni fog Zsoltinak. Jó. Na, észre, hülye gyerek. Na, nyomjuk neki a nitrót. Jó, nem baj. Eddig még nem okoztam legalább semmi olyan durvább dolgot. Még maradjunk az élmezőnybe. Ez is köszönöm, jó az a játék. Mindegy, kicsit driftelünk, lehet, hogy valami dörtöt kéne inkább felvenni, ez szerintem nem volt. Júj, Dick. Nem vágtam le annyira. Biztos még egy kerék rajta volt. Ez Zsoltiért. Jaj. Csak el nem ennyinek mellettem. Jó, elmegy. Nem tud beleférni, így értettem. Hát első kört az viszonylag jól teljesítettük, legalábbis jobban, mint amire számítottam. Általában beszoktunk szorulni itt a rajtnál, majd be is fogok talán a végére vágni, hogy feltöltöm külön videóba, hogy egyszer mi történt itt Monakón. Ott tényleg botrány volt. De ne drifteljél, hülye gyerek! A Forma 1-ben én full új szoktam nézni, hogy ilyen 100, nem tudom, 200-zal veszik a kanyarokat, aztán tökre nem driftel. Akkor nem tudom, nekem meg mindig valahogy annyira csúszkál. Remélem nem kapok be semmi esőt a végére, az gáz lenne. Ó, szegény Zsolti meg tényleg így szenved, mire ezt végignézi, hogy ilyen bénán megyek. Jó, belefér. Passzassuk neki a nitrót. Nem tudom, hogy pont ilyen helyen kéne, de mondjuk talán ez a legényesebb rész. Jaj!
Ó, mindegy. Nekem amúgy az a lényeg, én nem számolom a büntetést, tényleg. Az a lényeg, hogy jó helyen érkezzek be, Dick. Jó. Aztán onnantól kezdve, hogy mit büntetnek, mit nem, az teljesen szubjektív, mert... És kinek mi a büntetés, mármint hogy a ilyen tiganykodás, értitek? Szóval én nem hiszem, hogy az büntetném, ha valaki levágja a kanyarokat, mert tulajdonképpen kihasználja a pálya adottságait. Zsír. Ja, hát a DR-es lehet használni, csak tudnám mikor, meg hogyan. Na mi mondjuk az Alonso? A jó kurva anyád! Akkor most lehet, hogy elhasználok egy flashbacket. Megbocsátotok. Jaja, nincs eleje a kocsimnak. De szarul néz ki. Jött ez kicsit lassabban kéne menni. Nincs jó tapadása az autónak. Jaj, rossz a fék, meg a gáz, mert én rosszat nyomtam. Ajjaj. Kebasz van. Dick. Akkor elhasználjuk a másodikat is. Nem tudom, hogy csak én nem nyomom a féket, vagy mi itt a baj. Aj, most már túl sokat nyomtam. Hát ez a Forma 1, ez nem az én világom. Na most, jó, igen, akkor előbb én voltam a hülye, mert most teljesen jól fékezett. Az a baj, hogy nem lehet nagyon drifteltetni már, mint úgy szándékosan. Még ezt tetszene. Nem tudom, ki kéne elmenni a boxba, mert... De nem igazán fékez ez. Hát nem tudom, valahogyan érzésem van, hogy... Impro... Mi az, hogy 20 kör, hülye gyerek? Olyan ilyen hangokat ad ki, júj! Dick. És a corner cutting azért adott büntetés, mert levágtam, nem azért, mert beleszálltam a Webberbe. De... Itt vagyok az élmezénybe. Ez még belefér. Diszkréten levágtuk. Júj. Gyerekek, már izzadok, és most pulcsi van rajtam. Nem lesz időm levenni. Náj, Dick! Hát te hülye Schumacher! Nem hiszem el. Jó. Hát most már tényleg nagyon kell vigyáznom. Kicsit vissza kell vennem a tempóból. Van, most kicsit ráfeszültem itt a monitorra. Tényleg hát olyan hihetetlen tempóba mennek itt a dolgok. Már egyszer nem bírom követni. Önkor szoktam belső íven kicsit elbuziskodni. Jó, azt egy pont csak megpuckültem. Schumacher meg ott majomkodik. Adjunk a nitrónak. Jaj, ne, itt előre látom, hogy baj lesz. De hülye gyerek, ne gyere belém, hát nem hiszem el, hát... Nem látod, hogy belső íven próbálnék elmenni melletted? De nézd, nézd már a Button ott játssza az eszét. Majom a csapattársa, azt hiszem, hogy minden ment el. Aztán azt is kivettem pedig. Ezt legalább leütöm, nem fog zavarni a későbbiekbe. Tényleg feszengek. Jobban izgulok, mint Zsolti a Death Space alatt. Jó van, már 4 kört lementünk belőle. Minden egyéb affér nélkül. Jó. Jó. Nem zavar senki. Nem tudom, mikor kéne kimenni. Nekem vagy csak szólnak azért, ha fogy a benzin. Vagy meg akarják az orrom, ha viszket, mint most. Jaj! Nem, buziskodsz. Figyeldek. Jaj! Most rosszat nyomtam? Mindjárt majd valami egyenesebb részbe visszaállítjuk. Bazd meg! Jó. Meg vagyunk.
Azt hittem, hogy ja, így kell hátranézni, jó van. Jó, hogy nem szórakozok, mert itt aztán meg olyan sebességgel szoktam jönni, hogy esetek többségében kicsúszok. Jó? Mi az, hogy illegal overtake, és mik azok a másodpercek? Ne okoskodjál már. Ezek is, hogy hívják azt? Ez a kis kopasz fasz, ki a vezetője ennek az egész Forma 1-nek. De azt már előbb leütöttem, ne okoskodjatok már. Valaki visszarakta? Ernie, vagy Bernie Eccleston, Bernie Eccleston, vagy ki a szar? Na az, ott ül, azt veri a faszát, azt adja nekem a büntetéseket. Nem kéne. Férjen már el a budiába. Azt mondják, hogy próbál kialakítani egy kis... Nem, hogy el akar húzni előttünk a nem tudom kicsoda. Biztos látjátok a Vettel. De ezt nem fogom engedni. De én vagyok az Alonso, hülye gyereket, akkor ennyi volt a leggyorsabb kör. Adjunk a nitrónak! Jó, annyi elég volt. Ajjajajajajaj, micsoda előzés. Nem áll, hülye gyerek, most azért, mert elmentem. Nem vágtam le, csak éppen, hogy... Rázókőre éppen, hogy ráment a kerék széle most, mint itt. Ezért se az büntetés, hát akkor az előzőért tényleg nem kellett volna. Mindegy, én első vagyok. Büntetést még eddig nem kaptam, ha jól láttam. Ússzuk meg élve. Nem is nagy gebbasz eddig. Gokártban amúgy jó vagyok. A Zsoltékkal voltunk gokártozni, már elvileg leintették a versenyt. Még az utolsó körben, mikor már elvileg a boxba tereltek be minket, még a boxba előzgettem. Azért is biztos kaptam volna valami büntetés, de... Megvan bennem a versenyszellem, ez a lényeg. Ó, hagyja rossz, itt meg valami alap legenerált hang van, ami mindig vinnyog, mindennyi van az, az ott megy a autók hangja. Jó, ennyi elég volt a nitróból. Jó, hát most már aztán kurva mindegy. Mert kicsit előrébb megyek. 10 másodperc az ennyire nem sok. Naaaaj! No! Egy hülye gyerek most meg... Olvastam fent ezt a izét, ezt nem vettem észre, hogy volt egy kanyar. Vagy egy sikán, vagy mi. Remélem, itt közben nem zárnak ki, azt sose szoktak csinálni legalábbis, én még ilyet nem láttam. Hogy meccs közben kizártak volna, vagy futam, vagy hogy hívják ezt itt a formáikbe. Hogy mondják a nagyok. Nick! Hát, hogyha fékezek, akkor közben nem tud annyira kanyarodni. Nem tudom, mit kúrok el, de... Nem, valami miatt. Mindegy. Csak ésszel menjünk. Mi a fasz csinálok? Megint itt nagyba gondolkozok azon, hogy most piket nyomjak, mert olyan bonyolult ez a játék. Jó. Aztán közben megállok. Meg olvasgatom, hogy mi a szar is van. Na, még 5 napig, vagy lapig, vagy még körig elég lesz. Bündzim. De nem hiszem el, ezt a kanyát mindig beszopom. Jó, tudjátok, jaj, ami hihetetlen nagy baj van, mert fehér, valami fehér villog jobbra-balra. Júj! Jó. A kormányon, ha láttátok, valami nagy fehér galiba volt. Nem tudom, támadnak az ufók, vagy mit jeleztek azzal. Tényleg nem értek a Forma 1-hez, de nem tetszett, nem volt túl biztató.
amikor Zsolti pontba ment el vezetni. Nem tudom, második alkalommal aztán elkezdett villogni a... Anyád! Volt egy defektem, vagy mi? Azt mondja, menjek be. Nem tudom, mi történt, de nagy... Nagy gebasz van, szerintem már. Bőven elrontottam az autót. Csak nem kapok defektet, az gáz lenne. Vettem meg ott okoskodik mögöttem. Aztán villogva, vagy nagyba vörösen izzott már az a hűtővizet jelző kis fény. Ott valamit nagyon elkúrhatott. Azt mondja, nem az ő hibája volt, de hazudik az mindig. Hát éj, hülye, megállítom a versenyt. Megnéztem, hogy a fülesre van-e hajtva, hogy jól hallottok-e. Jó. De... Bazd meg a kurva anyád! Mi az, hogy diszkvalifáj, te hülye szarházi? Most mi van? Emá! Most mi a szar van? A jó kurva anyád. Ha nem hiszem, mert miért nem engedtek be, aztán a végén azt mondták volna legfeljebb, hogy figyelj, utolsó vagy. Ezt nem hiszem el. Hát pedig már úgy beleéltem magam. Na mindegy, hát jó mondjuk, nem másért voltam első, mert levágtam mindent, de... No mindegy. Hát ha tetszett legfeljebb, megpróbálom még egyszer majd, és akkor egy kicsit kevesebb buziskodással. Írjátok meg a kommentbe. Hát akkor ez ennyi lett volna nagy valószínűséggel, megnézem azért még ki lett az első. Vettel, Räikkönen, Button. A majom hatodik lett, úgyhogy megpördítettem. No mindegy. Hát jó van. Lényeg a lényeg. Ezt elkúrtam. Remélem, hogy tetszett, mondom, ha akartok még ilyet, akkor írjátok meg kommentbe. Én Jackie voltam, sziasztok!